I love you.
Hát így a Berényi napok keretében, ahogy az imént évben láthatták a nézők, nem akármilyen felvonulásra kerül sor egész Mezőberény területén, hiszen egy jó nagy kört tettetek meg, veterán autók, hát hogy keveredtetek Mezőberényben, mi ez pontosan ez a rendezvény? Húha, ez így most egy fogós kérdés. Két szálon fut a történet, ugye maga a Berényi napok keretein belül ugye kaptunk egy meghívást, mint amerikai autós klub, és erre tulajdonképpen rá lett szervezve. A klubnak minden évben van egy túrája, ahol Magyarország szép tájait látogatjuk meg, és a kettőt összehoztam úgy, hogy a háromnapos túrának a középső napi állomása a Mezőberényi napok, és ott csináltunk egy kis kiállítást. Természetesen nem ennyien jöttünk a túrára, van akik csak ide érkeztek a mai napra, csak ezt az egy napot választották, de a csapatnak egy jó része a túrán is részt vett. És hogy tetszik Mezőberény, ha már így alakult? Mezőberényben nagyon kedvesek az emberek, nagyon szép rendezett az egész város, vagy község, bocsánat, már... Jó, város. Úgyhogy amennyit láttam belőle, az tökéletes volt. Finomak voltak az ételek, amit ettünk az italok. A lányok, minden rendben van. Nem tudom, azt hoztunk sajátot otthonról, úgyhogy... Abban nincs hiány. Hát autóban sincs hiány. Hány autóval érkeztetek ilyetén módon? Hát itt összesen 30 autó van, ebből 20 amerikai és 10 egyéb veterán autók Európából. Próbálom megérteni, hogy mi ösztökél benneteket arra, hogy hát mi már beszélgettünk az elején, hogy roncsautókat szerezzetek be Amerikából, és aztán azt felújítsátok, szépét tegyétek, és aztán mondjuk kiállítsátok. Az ösztökél tulajdonképpen, hogy először is ugye benne van az építés öröme ebbe az egész történetbe. A másik része az, hogy veterán autózunk, ez egy ilyen különleges jó dolog maga az autózásban, amikor ugye nem arra használunk egy autót, hogy A-ból B pontba eljussunk, hanem ez sokkal több annál egy használati tárgynál, ugye sokkal többet jelent számunkra. A harmadik része pedig az, hogy gyakorlatilag ha beülsz egyszer egy ilyen autóba és mész egy kört, akkor majd rájössz, hogy mi ösztökél. Hát igen, ugye megint csak utalok a beszélgetésünkre, mondtam neked, hogy úristen, mekkora autó, ez túl nagy. Mire te azt mondtad, hogy hát a többi autó túl kicsi. Igen, gyakorlatilag nézőpont kérdése. Az az igazság, hogy Amerikában az 50-es, 60-as években egy olyan mértékű gazdagság volt, és olyan mértékű luxust raktak bele az autókba, ami soha az életben már nem fog elkövetkezni a világon, ugye más a nézőpont mindenhol, a felhasználói társadalom, stb. Stb. Hogy ezek az idők nem fognak visszajönni. Ezek csak úgy jöhetnek vissza, ha mi életbe tartjuk ezeket, veterán autósok. És mi úgy tudjuk életbe tartani, hogy ez a hobbink, ez a szerelmünk, erre költjük a pénzünket, és akkor gyakorlatilag ez tulajdonképpen örömet okoz. Nem is az, hogy kiállítjuk, hanem mi szeretünk ezekkel az autókkal közlekedni, menni. Persze örülünk neki, hogyha megcsodálják őket, és olyan emberek érdeklődnek, akik elismerő szavakkal illetik az autókat, mert ezzel gyakorlatilag nem csak az autókat, hanem a mi munkánkat is dicsérik. De egyébként, hát ugye ez egy egyesület, itt mindenki, aki belép, az egy autót természetes, hogy karban tart, de nagyon drága ez a dolog. Mondjuk Amerikából beszerezni egy roncsautót, gondolom nem olyan nehéz, bár a szállítással együtt azért eléggé drága lehet az is, de utána mi történt? Tehát mekkora összegre kell itt gondolni? Hát itt az a kérdés, hogy mit nevezünk drágának. Tehát én drágának nevezek mondjuk egy... Nem akarok márkákat mondani, de egy új pici autót veszek, az mondjuk 2-3 millió forint. Én azt nagyon drágának tartom. Most egy ilyen autót egy rossz állapotban meg tudok szerezni mondjuk, mit tudom én, 2 és 10 millió forint között. Attól függ, nyilván a teteje az azért sok, mert azok ritkább, nagyon ritka autók, de hogyha nem olyan nagyon ritka autóról beszélünk, csak egy mondjuk úgy, hogy viszonylag egyszerű veteráról, tehát egy ilyen mondjuk hétköznapinak mondjuk egy Mustangot. Csak azért mondtam azt, mert az mindenki ismer. És ebbe az autóba természetesen még bele kell tolni rengeteg időt meg pénzt, de ebből egy olyan autó tud lenni, hogy mondjuk 15 millió forintból, csak mondok egy átlagot, kaphatok egy olyan autót, ami az én igényeimnek felel meg, gyönyörű szép, mindenkinek tetszik, folyamatosan nő az értéke, és ki fogja szolgálni az egész életemet. Innentől kezdve szerintem nagyon olcsó.
tudom, hogy mindenkinek a saját maga autója az egy gyöngyszemle, de hát mégis, ha ki kell emelni, itt most a kiállított autó közül, akkor te melyikre szavaznál? Hát én gyakorlatilag mind a 30-at ki tudnám emelni különböző okok miatt. Mondanék egy pár olyat, ami nyilván közelebb áll a szívemhez. Ugye én a magam részéről nagyon Corvette fan vagyok, világéletemben egy harmadik generációs Corvette-et szerettem volna, ott áll egy piros 1978-as, ami tulajdonképpen a 25. jubileumra kiadott példány, és akkor belerakták a gyár összes extráját, anélkül, hogy kérted volna, és ezen kívül még az Indianapolis-i 500 mérföldes verseny akkori felvezető autója egy ilyen autó volt, természetesen feliratokkal, meg kétszínű festéssel. Az egy különleges példány. Vagy a másik különleges példány, itt mögöttem áll egy 1947-es Chrysler Windsor, ugye, hát az magából beszél, ugye, hogy már 47-ben ugye micsoda autókkal jártak, az például azért érdekes, az a legidősebb autó itt most jelen pillanatban. Akkor van még egy mellette egy Cabrio Cadillac, ami ugye amerikai, a Shamonda Convertible, ugye ők így mondják, és az azért érdekes, mert abban van a legnagyobb motor, ami itt van autók között, abban 8200 köbcenti dübörög V8-ban, úgyhogy gyakorlatilag ott kilowattban valószínűleg, hogy ő viszi a prímet, annak ellenére, hogy vannak sportosabb autók, és lehet, hogy egyébként azok dinamikusabban mennek, de mondom így motorméretileg például az azért különös. De itt azért van nagyon sok különleges autó, van például egy Opel Rekord P1-ünk, ami manapság már egyáltalán nincs az utakon, talán itt Magyarországon ez az egyetlen, ami forgalomban van és rendszámban van, az például azért különleges. Van egy átépített Buggy Bogarunk, ami szintén egy ilyen egyedi átépítés kapott, az ugye azért különleges. Akkor vannak filmsztár autóink, például ugye itt áll mögöttem az űrdongó, ugye a Transformers, egy narancsá, vagy egy citromsárga Camaro, ugye ebből volt Transformers Edition, másfél évig gyártották, ami ugyanolyan feliratokkal készült gyárilag, mint ahogy a filmben szerepelt. Akkor egy másik szintén C3-as Corvette, az is egy filmsztár autó, Dirk Diglernek volt ilyen autója egyébként az életben is, és őt megfilmesített Boogie Nights című filmben főszerepet játszott az autója. A fehér, ugye? Hát a fehér az évjárat, de az piros színű volt, tehát ami piros, olyan piros volt Dirk Digleré, és ami piros, az meg fekete szürke volt, amikor pészkár volt. És ott is látok egy autót, azt nagyon sokan megnézik, az micsoda? Igen, az egy 1971-es Buick Riviera Bootil, az a csónakfarkú Riviera, ugye ez a nem hivatalos neve. Nagyon érdekes a fazonja, ugye tudni kell, hogy a Buickról, hogy az volt az egy kísérleti márka volt mindig, és ott próbálták ki az ilyen nagyon különleges formákat. 71-ben, 72-ben gyártották ezt a csónakszerű Rivierát. Ez gyakorlatilag, ha fölülről megnézzük az autót, hogyha leszedjük a két sárvédőt, akkor mind az eleje ilyen hegyes, mind a hátulja ilyen hegyes, plusz ugye hozzájön így kiegyenesítve. A 71-es az még szebb, mint a 72-es, abban még durvábban jönnek ezek a formák. Ha oldalról megnézik az elejét, akkor meg olyan, mint egy hajó, így teljesen bedől, ugye. Tehát az is egy ritka jószág. Magyarországon egyébként 4 darab van belőle, 71-esből 2, és 72-esből is 2, ami forgalomban van. Ez az egyik, egy gyönyörű szépen lefestett példány, nagyon szép színezettel, egy gyönyörű szép gyöngyház festéssel, ami ugye abban az időben nem volt rendelhető, de kifejezetten jól áll az autónak. Na, folytatva még az autókat, ha már így belendültünk, én látok egy olyan autót itt, amit szinte minden amerikai filmben, mint családi autó lehet látni. Hát óriási csomagtere van. Ez a kicsi Oldsmobile-ról beszél? Kicsi? Hát nem tudom. Ez Igen. A kis gyönyörű szép narancs színű. Igen, gyakorlatilag ez azért érdekes. Ez az időszak, amikor kezdtek összemenni az amerikai autók, amikor próbáltak egy kicsit európaiasodni. Persze a saját halálukat eredményezték ezzel, hiszen nem jött be tulajdonképpen, de manapság már ezek is ilyen különleges számba menő autók. Ez ugye a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, ami folytatódott egészen a 90-es évekig, úgyhogy ez egy olyan példány. Gyakorlatilag amerikai léptékkel mérve viszonylag kicsi autóról beszélünk, úgyhogy ők például azért érdekesek, ugyanúgy, mint a mellette lévő, csak az nem kombi. Na, hát ami laikusként még megfog engem, az természetes, hogy a rendőrautó, meg az elnökautó. Igen, azok is különleges jószágok. A rendőrautó az egy Crown Victoria,
Most pontosan nem tudom évszám szerint megmondani, hogy meddig volt hivatalosan szolgálatban az amerikai rendőrségnél. Az az érdekessége a sima Crown Victoriánál, hogy ugye erősebb motorral szerelték, és sokkal erősebb futóművel, annyira erős futóművel szerelték, hogy 50-nel tudott felmenni egy járdára, anélkül, hogy bármilyen károsodást szenvedett volna egy autó. És ezen kívül ugye, mint minden rendőrautóban, nyilván természetesen a villogók, szirénák az ugye egyértelműek, de ami magyar szemmel nem annyira egyértelmű, és nem látjuk mindig, hogy az első és a hátsó ülést ugye elválasztotta egy vastag, ilyen áttörhetetlen plexifal, és a hátsó, az első ülések hátuljába ugye páncélozott volt, hogy ne lehessen átszúrni késsel, ugyanúgy az első ajtók is páncélozottak, és a hátsó üléssor az varratlan műbőrüléssel van, azért, hogyha az esetleges sérülések, vér, hányás, stb. Bekerülnek, az könnyen ki tudják slalgozni benne az őrsön. És az elnök autó, az úgynevezett elnök autó? Igen, az úgynevezett elnöki autó, hát ez nem egy igazi elnöki limuzin, de pontosan úgy van megcsinálva, mint az elnöki limuzin. Ugye az eredeti Washington DC-s 02-es rendszám, rajta a két zászló a két oldalán, és jelvények. Ez egy hosszított, egyébként egy Lincoln Continental, és ugye abból is a hosszított verzió, de gyárilag hosszított, tehát nem az, amit így pluszban meghosszabbítottak limóknak, amik ugye látunk ilyen különböző rendezvényeken, filmeken, stb., hanem ez a gyári hosszú verzió, tehát ez úgy néz ki, hogy itt a hátsó ülés előtt durván akkora lábtér van, hogyha kinyújtom a lábamat, akkor se tudom felrakni az előttem lévő üléssorra, akkora hely van benne. Hát biztos, hogy sokféle márkáról beszéltünk már, mint ahogy ugye említetted is, de itt van egy Chrysler, amiről viszont még azért szeretnélek megkérdezni, hogy ez mit tud. Igen, arról nem volt szó, ez egy Chrysler New Yorker, egyébként annak az az érdekessége számunkra, hogy a New Yorker típus ugye elég sokáig futott Amerikába, de ez a legszebb évjárat. Tehát Amerikában ugye minden autónál, minden évjáratban voltak változtatások. Persze voltak generációk, amik ugye mentek évekig, de minden évben egy picit másképp néztek ki az autók. Ez ennél a típusnál is ugyanígy volt, és a New Yorkernek az 1967-es verziója, ez volt a legszebb, gyönyörű, szép hátsó lámpái vannak, első lámpák, ilyen V-alakba jön a hűtőmaszk, abból kidudorodnak a négy körlámpák, hátul ugyanígy csak kocka lámpába, ilyen V-alakba vannak, nagyon szép a kidolgozása, gigantikus méretekkel rendelkezik a kocsi, annak ellenére, hogy egy kupé olyan hosszú a hátsó sárvédője, mint egy mostani kis autó, tehát egy gyakorlatilag egy kis Polszki, az a hátsó sárvédőnek a hossza. Hát azt gondolom, hogy veled órákon, sőt napokon keresztül lehetne ezekről az autókról beszélni. Hát nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást, és hát reméljük, hogy azért mi fogtok erre járni egy ilyen kirándulás alkalmazottan, még egyszer meg lehet ezt nézni, aki most esetleg lemaradt róla. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, minden jót kívánok!